Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőit. Hát most már mondhatjuk azt, hogy hagyományosan az idei esztendőben is, itt az adventi időszak keretében Rákász Gergely orgonaművésszel várjuk Önöket, hiszen eltelt egy év, és ismét lesz koncert itt Székesfehérváron. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Örülök, hogy itt lehetek, és idén nem is egy, hanem két koncert lesz Fehérváron, úgyhogy olyan boldog vagyok, hogy madarat lehet velem fogadni, hogy ennyien kíváncsiak. Nagyon-nagyon köszönöm szépen. Igen, böngésztem az oldaladat, és akkor láttam, hogy december 12-ére volt ugye meghirdetve hagyományosan a Szent István Művelődés Házában a koncert, a lemezbemutató koncert, és hogy betelt. És hogy még egy nap lesz, tehát akkor duplázunk. Bár mondjuk tavaly is dupláztál. Tavaly Győrben dupláztunk. Itt meg nagyon sokan voltunk Székesfehérváron, és hagytunk egy napot szünetként biztonságból a fehérvári koncert után. Kicsit úgy volt vele a szervező csapat, hogy hát ha lesz alkalom rá, akkor duplázunk, de az se baj, hogyha pihenünk egy kicsit, mert azért ott egy nagyon hosszú meret van, Debrecentől indulunk, és 8 napon keresztül most így hangversenyek vannak. De hát ez a kellemesebbik probléma, hogy akkor szabad volt a Szent István Művelődési Ház, ott hagyjuk a hangszert, és akkor másnap jövünk, és játszunk még egyet. És érdeklődők is vannak. Úgy tűnik. Lemezbemutató, azt már ugye említettem, karácsony közeledik, és talán tavaly beszéltünk arról, hogy hát újra készülsz egy lemezzel, ami hát ezek szerint elkészült. Ha szigorúan a számokat nézzük, akkor ugye egy éve készülünk erre a lemezre, de valójában azért 12 évez, hiszen akkor jelent meg az első karácsonyi lemez, és hát mi klasszikus zenészek olyanok vagyunk, mint a bor, hogy ha beteszik hordóba, és ott érlelődhet egy kicsit, ha az idő megrághatja egy kicsit, akkor az patinásabb, jobb lesz, szebb lesz, és én ugyan kevés időt töltöttem hordóban az elmúlt időszakban, de hát született egy fiam, bejártam a félvilágot, hangversenyeztem, szerettem, csalódtam, és az ember ezt tudja belejátszani minden műalkotásba, és amikor jönnek hozzám, tudod, ilyen fiatalok a koncertek végén időről időre fölbukkan egy-egy, hogy hozza a kottáját, van, amelyik még ceruzát is hoz magával, hogy akkor írjuk be, hogy akkor hogy kellene szebben, jobban játszani. Én persze mindig meghallgatom őket, mindig van egy-két szakmai tanács is, de hát a legfőbb tanács az mindig az, hogy éljenek, hogy menjenek ki, utazzanak sokat, ha tehetik, olvassanak minél szélesebben, szeressenek, csalódjanak, csak semmiképpen ne tetováltassák a szerelmük nevét a farpofáikra, mert az azért lehet hogy mulandó, de ezt lehet eljátszani, hogy az ember élte az életet. És én is így voltam vele, hogy 12 éve megvolt ennek a lemeznek az első verziója, és idén kértem a csapatomat, hogy hadd hallgassam meg, mielőtt újra kiadjuk, hogy szeretném ezt én még vállalni. És van egyfajta ilyen kétségbeesett, de közben derűs mosoly az ember szája sarkában, amikor régi felvételeket hallgat, mert nem saját magától, mert azon gondolkozik, hogy miért nem tudtam én 12 évvel ezelőtt úgy játszani, mint ahogy ma tudok. És közben azt is tudom, hogy 12 évvel ugyanezt fogom gondolni arról, hogy miért nem tudtam úgy játszani ma, mint ahogy akkor fogok majd, vagy 5 évesen miért nem tudtam már úgy játszani. De ez egyfajta egészséges művészi önmarcangolás, ami mindig akkor kerül elő, amikor egy régi felvételt az ember meghallgat, mert tudom, természetes folyamat, az ember tanul, élmények érik, tehát mindent tudok erről itt fönt, csak az embernek a szívével nagyon nehéz ezt elfogadni, hogy látni ezeket a mérföldköveket. Úgyhogy én kértem a csapatomat, hogy hiába ez egy nagyon sikeres lemez volt a korábbi, ne adjuk ki újra, ne jelenjen meg többször, hanem hadd csináljam meg. Nem számít az idő, nem számít a beleölt fáradtság. Úgyhogy felvettünk nagyon sok mindent abból az anyagból, ami akkor a lemezre került. Mellé tettünk még jó néhány műalkotást, amik azóta kerültek a repertoáromba. Úgyhogy egy kicsit ilyen remake, tehát egy újra megjelent lemez, de egy kicsit új is. Úgyhogy ezt fogom bemutatni itt Fehérváron majd december 12-én és a 13-án is most már. 300 év karácsonya között utazhatunk az időben, azt hiszem, hogy ezt olvastam az ajánlódban. Így. Hát a Napkirály udvarától indulunk, egy
döbbenetes Louis-Claude Daquen 4 évesen már zenélt, 6 évesen már a Napkirálynak orgonált, úgyhogy azon gondolkoztam, hogy az én fiam 2,5, akkor még olyan 3,5 hátra van, hogy a Napkirálynak orgonáljon, de semmi nyomás otthon, persze. Úgyhogy aztán ugyanez a fiú 8 évesen a saját kórusművét vezényelt, 8 évesen. Az egész Párizs a lábai előtt hevert, na tőle hozok egy darabot. Azt gondolom, hogy ha Napkirály boldog volt az ő játékától, akkor szerintem mi is boldogok lehetünk. Csodálatos zenéket írt francia barokk zeneszerző Louis-Claude Daquen, elhozom. A popzene nem hivatalos keresztapját úgy hívták, hogy Johann Pachelbel, Bach is tanult tőle, és az ünnepi kánonját annyian lenyúlták, különösen az elmúlt évszázadban popzenészek, rockzenészek, hogy így ráragadt ez a gúnynév, hogy a popzene nem hivatalos keresztapja. Tehát ő is egy csoda gyerek, 14 évesen már egyetemre jár, ő maga finanszírozza. Tehát, hogy otthonról persze támogatják, de nem tudnak eleget adni neki. És akkor ez a 10 éves srác, ez elmegy dolgozni, és elképesztő tehetség. És hogy mi lemondással járhatott ez, hogy mi befektetett energiával. Szóval sokszor csak így ránézünk egy-egy névre a kottán, és az ember azt gondolja, hogy ja, persze nagy zeneszerző volt, de hogy mi meló van abban, hogy az ember nagy zeneszerző, meg kiemelkedik. Ezt, na, fogok erről beszélni a koncerten. Neki Bach családjával is jó viszonya volt, hogyha jól emlékszem, nem biztos, abszolút, hogy jól emlékszem. Jól. A Bach papával nagyon jóban voltak. Keresztapja volt Bach nővérének, tanára Bach testvérének, és ehhez a testvérhez kerül Bach, Johann Christophhoz, miután meghalnak a szülei, és hát ez is micsoda sors, 10 évesen Johann Sebastian Bach már elárvul. És akkor ehhez a Christoph testvéréhez kerül, és ő volt Pachelbel tanítványa. Na most innentől kezdve így öröklődött át a tudás egyiktől a másikig, pláne úgy, hogy a kis Bach az kilopkodta a nagy Bachnak, a Christoph Bachnak a kottár szekrényéből Pachelbel műveit, hogy éjszaka holdfénynél lemásolhassa őket, úgyhogy egy kis tolvaj. Na de hát mindent megtett azért, hogy belevaló jó muzsikus legyen. Ő sem marad otthon, Bach sem marad otthon a koncertről. Akkor egy ilyen igazi géniuszok találkozója lesz ez az este? Könnyű volt válogatni, mert hát azért a karácsonyi kultúrkör az ezeknek az embereknek rányomta az életére a bélyegét, mert hát hiszen mind orgonáltak templomban, tehát se Pachelbel, se Daquen, se Bach, se Liszt nem tudta kikerülni azt, hogy karácsonykor ő valahogy oda ne keveredjen egy orgona mellé. Szerintem talán nem is nagyon akarta kikerülni. Úgyhogy valahol ennek a lemeznek is ez a célja, hogy azt a kort mutassa meg, amikor ez még úgy benne volt az életünkben, hogy összeszedtük magunkat a jó nagy beiglievés után, a gyertyafény után, és akkor fölöltöztünk és elcsúszkáltunk a hóban az évféli misére. Na ezt a hangulatot igyekszik visszahozni a lemez is, meg hát ugye belőle a bemutató koncertek. Lehet, hogy ez már ilyen elcsépelt dolognak tűnik, de nekem valahogy a karácsony az orgona muzsikával össze is nőtt, és gondolom, hogy egy orgona művész számára azért a karácsonyi album talán egy kicsit még díszesebb, még a szívéhez közelebb álló dolog, nem? Abszolút. Meg hát megszakadunk ilyenkor karácsonykor, mert hogy annyi koncert van, de hát ez a jó része a történetnek. Egyébként külön kérem mindig a csapatomat, hogy ne fogadjunk el decemberre külföldi meghívást, hanem ilyenkor hadd maradjunk itthon. Végülis a legértékesebb dolog, amit adhatunk egymásnak emberek, az az idő. Na most, hogyha én a YouTube-on akarok kapcsolatot teremteni a magyar hallgatóimmal, vagy e-mailben, tehát az nem megy, az nem ugyanolyan. Úgyhogy mindig azt kérem, hogy lehet bármit elfogadhatunk évközben, észszerű kereteken belül, de hadd legyünk itthon a családdal és a tágabb értelemben vett családdal, a hazával, a nemzettel decemberben. És azt gondolom, hogy ez nem kevés emberben szólít meg valamit, mert sokan vannak a hangversenyeken. Ahogy én szeretek itthon lenni decemberben, olyan felemelő érzés, hogy azzal jutalmaz a hallgató, hogy ő meg ott van a koncerteken.
Ilyenkor mondjuk van arra is időt, hogy mondjuk például Fehérben az adventi vásárban végig sétáljál, vagy hogy egy kicsit ott a helyi közeggel ismerkedjél? Sőt, töltekezem belőle. Tehát, hogy ez olyan, és tudod, olyan jó érzés, amikor sétálok a vásárba, és akkor oda jönnek emberek, és mutogatják a jegyüket, hogy egyébként akkor most mindjárt találkozunk egy óra múlva, és ott, hogy jó, csak lenyelem a csavart kiflit, vagy hogy hívják ezt a kürtös kalácsot. Lenyelem a kürtös kalácsot, és megúsom a kezemet, hogy ne ragadjon a cukortól a billentyű, de olyan jó érzés. És akkor utána ott úgy kacsingatnak, hogy, és én is visszakacsintok, hogy egy órája még a vásárban. Tehát akkor megvan ez a cinkosság. Meg, de hát ettől gyönyörű, hogy ember az emberrel. Hát ma már szinte mindent lehet az interneten csinálni, de egy valamit nem, élőben találkozni, közösséget teremteni. Ezek az internetes közösségeink, ezek csak olyanok, amilyenek. Jók bizonyos szintig, ki lehet írni azt, hogy az embernek elromlott a csapja, és ismere valaki jó vízvezetékszerelő, erre nagyon jók. De hogy egymás közelségét érezzük, hogy egymás szemébe tudjunk nézni, hogy meg tudjuk érinteni egymást, hogy megölelni egymást, ami nélkül nincs emberi lét. Hát hogy akarunk virtuálisan emberek lenni, amikor nem virtuális emberek vagyunk, hanem anyagi emberek vagyunk. Hát itt utazunk egy nagy adag húsban. Hát hogy ezt nem lehet száműzni egyesek meg nullák közé az internet világába, csak megpróbáljuk. Aztán persze neurotikusak leszünk tőle, mert hát azok vagyunk. Hát ki kell nézni a világba, hogy mindenki megosztja a legszebb fotóit, és mindenki azt hiszi, hogy a másiknak olyan szép az élete, miközben dehogy is, csak az egész ráül, szétnyom, összenyom, megbetegít bennünket. De valahol érezzük, hogy nem ez az út, hanem használni kell arra, amire való, és az olyan alkalmakat, mint egy koncert, mint egy kiállítás, mint egy könyvbemutató, mint egy adventi vásár, meg azt is használni kell arra, amire való, hogy töltődjön belőle az ember. Kicsit visszataláljon a való világba, nem? Hát nem. Hát de, ugye említettük azt, hogy ilyenkor a decemberi időszak az nagyon tele van, de hogyha visszatekintünk az elmúlt hónapokra, mondhatjuk, hogy nálad nyáron is nagy pörgés volt. Fehérváron is voltál, de hát még egy adag másik helyszínen, budapesti nyári fesztiváltól elkezdve, országhatáron kívül is nagyon-nagyon sok helyen megfordultál. Hát nem is bírnám, hogyha nem volna egy nagyon jó csapat körülöttem, de így az évek alatt kialakult, hogy mindenki tudja a dolgát, mindenki megteszi a saját részét a sikerhez. Én nekem az maradt, hogy eltaláljam a hangokat. Úgyhogy ez most egyébként egy ilyen kellemetlen vonulata is volt, mert még inhüvegyulladást is kaptam, annyit keresgéltem a hangokat. Három műsor is volt kézben, volt egy reformációs emlékkoncert az 500 éves évforduló miatt, ezzel turnéztunk itthon és külföldön is, ez egy műsor. Akkor úgy indult a Lords of the Organ sorozatom, ami egy fesztivál műsor, aminek kifejezetten az a célja, hogy oda helyezze az orgonát, ahová Michael Flatley tette az ear steppet. Tehát, hogy valami nagyon ősi, elementáris erejű nagy értéket úgy tudott tálalni a széles tömeg irányába, hogy az bárki számára emészhető volt. És van egy ilyen célom, hogy a következő években ezt teszem az orgonával. Abba a fókuszba helyezem, amit megérdemel. Hát mégiscsak ez az a hangszer, amit már a gladiátor viadalokon, a fesztiválokon toltak maguk előtt a rómaiak, és egy sóhangszer volt. Okkal sajátította ki az egyház. Ez az a hangszer, amit Hollywood használta, még nem voltak hangos filmek, kísérték a néma filmeket a hatalmas mozikban. Tehát, hogy mindenre alkalmas ez a hangszer, ha az ember bátran használja, és én nem félek használni. Nekem orgonám van, és nem félek használni. Úgyhogy ezzel a fesztivál műsorral, a Lords of the Organ-nel ez volt a cél. Most ez egy másik műsor volt. Közben fölvettük a lemezt. Közben voltak ilyen csip-csup koncertek, hát időnként nem is annyira csip-csup, mert például a világ egészségügyi szervezet kongresszusát nyitottam, ami azt gondoltam, hogy csak úgy lesz szép, hogyha arra ezt és ezt és ezt a darabot fogom játszani. Hallgassanak egy kis magyar művet, úgyhogy játszottam Kodályt. Hát ha már itt vannak, akkor hadd ne menjenek haza Kodály nélkül. Játszottam Bachot, mert tudtam utalni vele Platonra és a lelki egyensúlyra. Elmondtam a közönségnek, hogy miért ez a Bach. És nyitottam az egészet Copland fanfárjával, az egyszerű emberért, mert hogy pont az a gyönyörű Copland darabjában, hogy azoknak állít emléket, akik a hétköznapokban elvégzik a dolgokat. És nem tábornokok, akik emberek millióit küldik a halálba, nem királyok, nem nagy költők, hanem olyan munkások, akik megküzdenek a tífusszal.
például. És hát most ezzel nyitni egy világegészségügyi szervezet koncertjét, azt gondoltam, hogy méltó. Csodálom, amikor a francia elnök erre azt mondja, hogy nagyon szépen köszöni, ő nem is gondolta volna, hogy a bevezető koncert filozófiai tartalommal töltött. És akkor azt mondja, na, akkor elvégeztük a munkát. Na, de hát ez rengeteg gyakorlás, úgyhogy nem csoda, hogy én hüvelygyulladásom lett, még most is kezelik, hogy szinten tartsuk és eljátszom a koncerteket. Aztán pihenés majd januárban. Januárban lesz a pihenés? Igen. Hogy tudjátok majd összeszervezni a nagy családi karácsonyt? Mert hogy ugye a világ minden tájában a családtagjaidból néhány személy. Hát most remélem, hogy édesapám nem nézi a műsort, mert a nővérem titokban hazajön Amerikából, úgyhogy most még ő is itt lesz velünk. A győri részét a családnak egyszerű, az öcsém mindig úgy kéri a szabadságát Németországba, hogy haza tudjon jönni, úgyhogy ő beül az autóba, hogy a 22-e tájékán is itthon lesz. Úgyhogy most csak az lesz a kérdés, hogy honnan találunk annyi széket, hogy mindenki leüljön majd. De hát ez egy kellemes teher. De akkor most ilyen nagy-nagy családi karácsonyozás lesz. Igen. Van nálatok egyébként ilyen tradíció vagy hagyomány, nálunk például édesanyáméknál vagy nagy karácsonyozás, és a gyerekek, unokák élvezik, amikor édesanyám a kis kristálycsengettyűjét meg kongatja, és akkor érkezik meg az angyal. Nálatok is van ilyesmi? Csengettyű nálunk is van, igen. És most, hogy ugye Marci pici, ugye a kisfiam 2,5 éves, most ez megint megtelik valós tartalommal, hiszen amikor azért felnőttek karácsonyozunk együtt, akkor megvan ennek a rituáléja, hiszen mind emlékszünk arra, hogy milyen volt ez gyerekkorunkban, de akkor mégiscsak inkább szellemmel fogadjuk ezt az ünnepet. Na de hát most, hogy a kisgyerek itt van most szívvel is, hát ezt így nem lehet másképp ránézel, és hogy rohan be, és ő még benéz a függöny mögé, hogy lehet, hogy még ott van az angyal. Úgyhogy ez ilyenkor egész más. De arra egyébként törekszünk, hogy nem, sosincs ajándék özön egyébként a fa alatt, mert egyrészt egy kisgyerek se tudja feldolgozni azt, hogy ha most ő 3-4-5 dolgot kap, ő egy dologgal is pont olyan boldog, mert akkor azzal játszik. De az idő. Az, hogy mindenki megáll, hogy időre elkészül a kaja, ha meg nem, akkor meg nem. Tehát, hogy nem csinálunk ebből ilyen frusztrációt senkinek, ha nincs kész, akkor majd megesszük másnap. És amikor ezt így el tudtuk engedni családilag, hogy akkor most kicsináljuk egymást azért, mert hogy még itt a dinsztelt káposzta az még nem elég puha, onnantól lettek jók az ünnepek. De ez meg mind csak a szeretetről szól. Meg a tartalmas időtöltésről, ami megint csak a való világban vezet vissza minket. Ha egy órával később eszünk, akkor később eszünk, ha elkésünk az éjféli miséről, akkor elkésünk, ha meg az éjféli misé után eszünk meg a levest, akkor eszünk meg a levest. Úgyhogy ez nem csinálunk egy ideje ebből problémát. No, akkor még vissza egy kis időre. Tehát december 12-e koncert veled a Szent István Művelődési Házban, és a dupla nap az azt jelenti, hogy aki esetleg most kapott kedvet, hogy elmenjen és meglátogasson, akkor annak erre még van módja, lehetősége, csak 13-án. Igen, ugyanott Szent István Művelődési Háza a díszteremben. Szeretem nagyon egyébként azt a termet, már ahogy az ember megérkezik oda azon a sok lépcsőn, olyan szép, és aztán maga a terem is gyönyörű, szép is, szép az akusztikája is, úgyhogy csodálatos ott játszani. Nagyon örülök, hogy rátaláltunk arra a teremre itt Székesfehérváron. És így, hogy dupla koncert lesz most, azoknak a kedves fehérváriaknak tudom mondani, akik olyan nagyon szűken ültek tavaly a sok hallgató miatt, hogy most megállítottuk hamarabb. Tehát, hogy nem adtunk el olyan sok jegyet, hogy nagyon szűken üljünk, hanem egy kicsit szellősebbet, tehát kényelmesebben fogunk részt venni a koncerten. Cserébe itt vagyok másnap is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk viszont most. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig felhívom a figyelmüket, hogy fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is várjuk Önöket. Viszontlátásra!